Sziasztok, Andris vagyok, és folytatjuk ott, ahol abba hagytuk. Név szerint az új csodás római birodalom kiépítését. Na, utoljára, ahol abba hagytuk, az az, hogy ugye folytatjuk a kis lassú, de biztos menetelésünket ebbe a British rajba, vagy rajba, tehát hogy milyen nyelven akarom mondani. Szóval gyakorlatilag Indiába és a szingapúri gumbi mezőket szeretnék még megszerezni. Ha minden jól megy, akkor a japánoknak talán menni is fog. Bízunk bennük. Közben van néhány szabad katonai gyárunk. Ezen pontosan 10 darab. Mire lenne szükségünk? Support equipmentből kicsit hiány vagyunk. Abból már így is full kapacitáson gyártunk. Esetleg valami más. Tankokból egy kicsit hiányban vagyunk, de annyi még belefér. Hát lehet, hogy tényleg azt kell csináljam, hogy fogom, aztán egy szuper equipmentnek így neki kezdek. És de csak így legutolsó prioritásként, mert acélból amúgy sincsen túl sok. Úgyhogy ez így nekem megteszi. És vannak szabad kikötőink is. Nézzük meg pontosan milyen hajóink vannak. Konvoj hajó. Hát egy szabad kikötőnk van. Nem baj. Mennyi hajónk van? Van 2 darab anyahajónk, 6 darab csatahajónk. Szerintem még egy anyahajónak mindenképpen kilátok, vagy 2-nek. De egyelőre egynek mindenféleképpen. Ennek még esetleg még növelni kéne azt is, hogy mennyire jó. Hát nem kell. Csak simán gyártunk egy darabot, aki csatlakozzon a csapásmérő flottához. Mert anyahajóból a sok soha nem elég. Modify government. Ugye még mindig megvannak a politikai pontjaink, és van szabad civil gyárunk is, amivel mit is tudnánk kezdeni. Gyakorlatilag az össz dolga, ami ugye még kell még gumi és acél. Úgyhogy esetleg, amit tudnánk csinálni, még az, hogy fejleszthetjük infrastruktúránkat, csak hogy mindenhol jók legyünk, mert látjátok, itt Indiában eléggé rossz a helyzet. Ők egy ilyen 5-ös szintre fejlesztjük ezeket a területeket. Azért, mert akkor itt lesz egy ilyen egybefüggő nagy kvázi autópálya, amin tudjuk így az utánpót leszállítani. Meg mondjuk ide, ide is egy pára. És akkor így, ha később kell háborúznak a szovjetekkel, akkor oda is lesz elegendő mennyiségű készletünk. Észak-Afrika az jó. Esetleg még itt ezt lehetne fejleszteni. Meg még itt ezt, így. És akkor így van egy hosszú autópálya, ami vezet erre, meg erre, meg erre. Meg még esetleg, amit még megcsinálhatunk, hogy ide egy egyes szintű infrastruktúrát kiépítünk a sivatagba. Hogyha kellene, akkor oda is tudjunk küldeni valamennyi egységet, legalábbis ne halljanak éhen. És mivel építkezésre nagyon jól állunk, és a lázadások mennyiségét is nagyon jól kezeljük, esetleg még akár azt is megcsinálhatnám, hogy talán még durvábbra vegyem az embereknek a mennyiségét, mert a politikai pontok már annyira nem fontosak nekünk, és így viszont még több dolgot kapunk. Ugye kipróbáljuk, milyen akkor, ha mindenkit full durván tartunk.
A lázadások mennyisége annyira nem vészes. Ja, és el is indítjuk az időt, mert azt hiszem most már tényleg készen állunk mindennel, illetve még esetleg annyi, hogy így ezt a részt még bevesszük ide az őrizet alá. És lesz szabad gyárunk, méghozzá 13 darab. Pusztán azért, mert megváltoztattuk a törvényeket, ami nem rossz. És ez úgy lesz szabad 13, hogy még itt is volt 5. Szóval 18 gyárat kaptunk pusztán azért, mert keményebben bánunk az emberekkel. Hát most nagyon gonoszak vagyunk, de azt hiszem ezzel együtt tudunk élni. Miből van sok? Alumínium, wolframból és krómiumból, illetve olajból. Nézzük, mik azok, amiket ebből tudunk csinálni. Hát konkrétan itt ebből semmit, ebből sem, és ebből sem. De ha gondoljuk, hogy ha már van legalább alumíniumunk és olajunk, megtehetjük azt, hogy legalább a repülőket fejlesztjük, illetve mert akkor csak a három nyersanyagból legalább csak egy hiányzik. Plusz az angolok elleni légi csatához sokkal-sokkal több repülő kell. Úgyhogy neki kezdünk még egy darab repülő gyártásának, és azon gondolkozom, hogy ezt feljebbe akarom vinni egy kicsit. Csak így, mondjuk ide, így. És akkor szépen egy helyen vannak, és még több vadászrepülőt tudunk gyártani. Jó. És elindítjuk az időt. Tudjuk, nincsen elég nyersanyagunk, amit nem nagyon tudunk importálni sem. Sziám. What? State order. Ah. Nice. Ha itt ezeket legyőzzük, akkor tök jó lesz nekünk. Hogyha legyőzzük. Mert szerencsére a japánok nagy lúzerek. Istenem. De még mekkorák. Na mindegy. Térjük vissza ehhez a fő frontvonalhoz. A sárgák úgy látom, itt eltakarították azt, amire szükségünk volt. És itt olyan sokszor szállnak partra, hogy mi lenne akkor, ha mondjuk azt mondanám nektek, hogy ti csak kaptok egy darab fallback line-t így. És akkor így jobban elfoglalják ezeket a kikötőket meg mindent. Közben ugye a lila hadseregünk a speciálisak. Ti kaptok egy olyan parancsot, hogy itt kelljetek át a folyón és támadjatok. Így. Ó, és elkezdhetünk végre gyártani gépesített gyalogságot is. Nagyon jó. És fejlesztjük mondjuk a valamit. Mit? Hegyi vadászok? Az mindig jól jön. Szóval ugye azt akarta, hogy a lila hadsereg itt törjön előre. Ez teljesen jó, és itt így jön vissza. Ja, és amit szerettem volna még az, hogy elkezdjük a gépesített gyalogságnak a mechanized felszerelését is gyártani, így egy ennyi gyárból. És ez nyugodtan lehet legalul, mert ez egyelőre nem olyan fontos, majd ha lesznek szabad gyáraink, mert sajnos amúgy sincsen elegendő acél, olajunk és gumink, úgyhogy plusz én inkább a tankokat használom meg a motorizáltat egyelőre. Mit szólnál hozzá, ha te ne erre jönnél, hanem erre így. Ezt vágd el, te ezt támadd meg. Na és így kell elvágni az ellenséget. Tényleg a marinok azok hol vannak? Közben indulhattok. Foglaljátok el azt a kikötőt, és akkor talán itt is be tudunk keríteni valakit. Itt be is kerítettünk már valakit. Tök jó dolog. Elmondja itt erre. Így. Mert amikor be vannak kerítve,
és nem tudnak már hova visszavonulni, és akkor megtámadjuk őket és legyőzzük, akkor a legjobb nekünk. Mert akkor többet azzal az egységgel nem kell foglalkoznunk, nem kell harcolnunk. Persze ez is fordítva is igaz, hiszen így most, mit tudom, mondjuk kell 66 osztálynak küldeniük utánpótlás, meg embereket, meg fegyvereket, és hogyha megsemmisítjük ezeket a hadosztályokat, akkor utána már csak mondjuk 50-nek kell küldenie. Szóval a maradék egységei kicsit talán erősebbek lehetnek, de még mindig általánosságban véve jobban megéri bekeríteni az ellenséget, mint nem. És titeket el is indítunk. Téged erre. Így. Csak azért, hogy ezt a deréklegényt itt meggyőzzük arról, hogy arra nem jó dolog menni. Közben a tengerészeket visszaverik. Van-e még valami másik front, amelyikkel vigyáznom kéne? Jéj, készen vannak a sugárhajtóműnek, úgyhogy ezt egy picit le is pauzoljuk. Azért, mert akkor megnézzük, hogy yes! Végre el tudjuk kezdeni ezt a kutatást, ami megint csak az, hogy sokkal előrébb van, mint kellene, de én hajlandó vagyok ezt a mínusz bevállalni, annak a ténynek a tudatában, hogy az angolok ilyen rohadt sok repülőjük van. És még esetleg meg tudnánk csinálni, az, hogy a reptereket, az itt levő reptereket nem engedi használni a játék, de ezt igen, jó. Ezeket megtöltögetjük vadászrepülőkkel, sőt, hogy a leghatékonyabban használhassuk, ezért úgy választom ki őket, hogy shift-klikkel erre rákattintok, és akkor 100-as berak, mert ha így 100-asával berakjuk, akkor sokkal, mert hogyha spannolódik ilyen repülőgép ász, akkor az 100 darab repülőt tud hatékonyan irányítani, tud többet is, de így a leghatékonyabb, és akkor így mindegyik vadászgép századhoz, hoppá, ezt rosszul kattintottam, spannolódhat egy vadászrepülőgép ász, ami megkönnyíti nekünk az életünket, plusz a leghatékonyabban tudjuk így őket használni. Inni. Megvan az 1000 darab repülőnk, és ezzel még kicsit majd várunk. És aztán, amikor megvan, akkor lehet, hogy beküldjük őket. Van-e még itt valami olyan reptér, amit tudunk használni, hasznosítani? Ezt azért rettentően örülnék, ha ezt engedélyezni a játék, hogy ezt használjam. Sajnos nem, mert ha ott van a repülőtér, mert egy ilyen kis kérdőjel, az azt jelenti, hogy ez olyan szövetséges repülőtér, amit valamiért nekünk nem engedélyez, hogy használjunk. És rohadjanak meg. Esetleg még ezt is megtölthetnénk. Mondjuk nincs már több MK2-esünk, úgyhogy ez így jó lesz. Jó. Idő indít. Lázadások. Görögország, itt, ott, amott. Itt, ott, amott van egy kicsi lázadás, de még egyelőre nem vészes, úgyhogy 3%, 7, 41, de ez nem a miénk, úgyhogy ez nem érdekel. Itt is van valamennyi, 0, 3, 3, ez ennyi még belefér. Úgyhogy a legdurvább ilyen megszálló politikát folytatjuk, még így is eléggé minimális, úgyhogy még így is belefér. Meg természetesen extrém 6 a hőmérséklet, ami nekünk mindenféle mínuszokat ad. Egy de rohadt hosszú ez a
British Raj. Nézzük közben, hogy tudunk-e valamit elfoglalni. Itt mentek előre, haza nincsen semmi baj. Ne, de ha ezt így megtámadnátok, és akkor utána ezt. Jövök itt ne erről jönjünk, hanem erre. Törjük előre. Joki. 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 Támadj erre. Ez, hogy a felét kiválasztom, és ti gyertek még tovább előre. A másik fele, hogy támadjon így erre. Ja. Próbálom itt ezt az északi részét valamennyire így levágni. Azután lehet, hogy visszahozom ide ezt az elit tank squadot, és itt így keresztül masírozunk középen, és az egész déli részig le lesz vágva. Ami jó lenne. Közben Indiában még több japán egységet kerítenek be, mert miért ne kerítenék be? Loser japának. De közben legalább haladunk. Egy logistics company, ez nem lenne rossz. Sőt, itt igazából már nem minden jól jönne, mert eléggé le vagyunk maradva. Úgyhogy ezt itt ki is kutatjuk. No template. Igen, írja azt, hogy a mechanizált egységek nincsenek berendelve egyetlen hadsereg típushoz sem, amivel mi teljesen megelégszünk. Oh. Itt pedig egy valamit kikszel történt, mert visszaverték az embereinket. Itt össze-vissza itt szaladgálnak föl alá, mert nincsen elegendő mennyiségű emberük. Úgyhogy egy kicsit leállítjuk az időt, most az a baj, most ide-oda szaladgálnak a frontvonalon, mert van egy ilyen jó hosszú frontvonaluk, és nincsen elég emberük ahhoz, hogy meg tudják ezt tartani. Úgyhogy amit fogok csinálni, az az, hogy a sima gyalogságot a lila garrison egységekből kivesszük, és hozzárendeljük ezekhez. Ezeknek a többsége amúgy green, szóval még zöldfülűek is, de azt hiszem ennyit még be tudunk vállalni. Így mennyi van? Itt már túl sok van. Úgyhogy mondjuk ennek a felét, amit előtte kiválasztottam, azt így visszadobjuk. És akkor már csak 28. Mi azt jelenti, hogy még 1, 2, 3, 4 darab hadosztályt visszaküldünk, és akkor jó lesz. Így. Közben a sárgák itt ezt a partvonalat itt teljesen elfoglalták. Ami teljesen jó, úgyhogy mostantól kezdve ide sem fognak nem partra szállni az amerikaiak. Nézzük még hol és hogyan állunk. Esetleg majd még Madagaszkárt elfoglalhatnánk, de most az ázsiai front az egy kicsit fontosabb. Közben ezzel kell a tankokkal, szerintem azt fogom tenni, hogy idáig van a határ, úgyhogy ide gyertek, és aztán támadjatok be ide a tibeti frontvonalig, mert ez azt jelenti, hogy akkor akik itt maradtak északabbra, azok mind be lesznek kerítve, plusz itt van Delhi is, ami az indiai főváros, és nagyon közel van már. A tengerész gyalogosok most érkeztek vissza. Ja. Kaptok egy új hadsereget. És megint egy új Seattle-t. Marines. Jó, néha így nekiállok angolul írva. Tengerész. Gyalogság, így. Mert hozzászoktam, Angliában élnek, sorry. Úgy tűnik, hogy ezt a kikötőt túlságosan őrzik, de ez még nem jelenti azt, hogy ezt a kikötőt is ugyanilyen jól őrzik. Úgyhogy megcsináljuk azt, hogy itt van egy invader tábornokunk, ami tök jó. Úgyhogy őt felkészítjük arra, hogy ezt a bombéi kikötőt foglalják el. Spanyolország akar küldeni önkénteseket, amire sem szükségünk. Esélyeztetünk néhány amerikai tenger alatt járót, ami tök jó. És van néhány szabad gyárunk.
amit mire használjunk fel. Nézzük meg a repülőket, hogyan állunk vele. Mennyi repülőnk van, mennyi vadászunk, van 1000 darab tartalékba. Ez nem sok. És én tudom, hogy a late game-ben nagyon-nagyon sok vadászrepülő kell. A nagyon sok alatt úgy értsd, hogy nagyon sok. Úgyhogy nekiállunk, és még egy vadászrepülőt nekiállunk gyártani, de az csak úgy valahol úgy legalul, mert nincsen sem elég olajunk, sem elég gumink, de ha minden jól megy, akkor ezt majd nem sokára orvosoljuk, hogyha végre nagy nehezen a japánok itt kiszerencsétlenkedik magukat. Szóval a lila hadsereg, a lila speciális hadsereg. Ti miért nem indultatok el? Köszönöm. Induljatok már el. Köszönöm. Amért így folyamatosan visszamenne. Van valami határvonal nektek megszabva, micsoda? Nem tudom. Na mindegy. És a pirosaknak pedig adunk egy darab offenzív vonalat. Így ez a folyó szakaszig. Valahogy így. Ez nem a legtökéletesebb terv, de megteszi. Legalább ad nekik egy kis felkészülési idő, illetve ad nekik egy kis tervezési bónuszt, úgyhogy ezt még megvárjuk, amíg így valannyira csapatok ott hadrendbe állnak. Tehát így törjétek tovább előre. Na az a jó, hogyha most megvan a pirosoknak a frontvonal, és ők meg csak így támadnak tovább maguktól, hogy a piros frontvonalat kvázi bővítik ki, ahova majd mindig be fog ugrani egy-egy darab tartalék piros katona. Mondjuk már így is elég vékony ez a frontvonal, de most ez így belefér még. Így, né, támadjatok tovább arra. Illetve mondjuk a fele, az álljon meg itt. Jó. Akkor segítsetek itt tovább haladni, egy meg maradjon hátul. És amit akarok csinálni, hogy azért ne nyújtsam túl hosszúra friós frontvonalat, mert láthatjátok mindenhol egy hadosztályunk van gyakorlatilag, szóval nincsen túl sok emberünk, bár tény, hogy még talán jönnek, nem jönnek többen, de vannak legalább tartalék embereink, hogy a lilákból is azért valamennyit itt hagyok hátul, csak hogyha kellene. Viszont mindjárt sikerül bezárnunk ezt a nagy zsákot, ezt az egészet, és akkor ott ők úgy van, hogy 72 óráig van elég nyersanyaguk, utána viszont kifogynak. Ami tök jó. Gyere át ide, aztán ide. Azért láthatjátok, hogy azért a piros katonák egész jól veszik eddig az akadályt. Azon gondolkozom, lehet a Garrisonokból még átveszek még egy tisztességes létszámú katonát, mondjuk ezt. Kaptok egy külön hadsereget, átjöttök erre a hadszintérre. Ami jelenleg az indiai hadszintér amúgy, és tesszük a sárga hadsereg, akiknek majd az lesz a dolga, hogy kaptok egy frontvonalat. Így. Azért, hogy majd amikor ketté vágjuk ezt a részt itt, akkor a sárgák fogják őrizni ezt a bezárt indiai egységeket, mert az az igazság, én nem nagyon akarok velük feltétlen harcolni, mert nincs semmi értelme. Ugyanis... minek? Nincs itt egy győzelmi pont sem, és nem, nincs feltétlen sok nyersanyag sem. Inkább koncentrálok a déli részekre, meg arra, hogy India minél hamarabb megadja magát. Úgyhogy ez lesz a sárgák feladata.
kezem, hogy még lehet, hogy hozzárendelek még néhány egységet, ha találok még gyalogosokat, még pedig mindig vannak. Úgyhogy őket idéglenesen így hozzárendeljük. What? Szerintem ehhez a hadsereghez? I guess. Mindjárt meg is nézzük. De ehhez a hadsereghez így. Control, bal klikkel lehet hozzáadni a frontvonalhoz az embereket. De ti kik vagytok? Ja, ti vagytok azok a sárgák. Aha. Akkor ti nem sárgák lesztek, hanem lesztek zöldek. Mert zöld hadseregünk még nincs. És ennyi. Ez a pocket bezáródott. Egy, nem tudom hány egységgel, nem tudom mennyit sikerült berekeztetnünk oda, de azért szerintem egész sokat. És ti pedig mit szóltok ahhoz, ha csak simán törnétek tovább előre? Mert megtehetjük. Ez itt talán nem a leghatékonyabb módja a tagjaink kihasználásának. Mi lenne akkor, ha nem erre támadnátok, ahol a dombok vannak, hanem itt a mező. Így. Támadjatok így. Csak támadj. Áj, nem így akartam. Jó. Szépen megpróbáljuk ezt a kis csücsköt is itt levágni. Plusz még itt van néhány piros hadosztály, amit északabbra. De ezeket még, akik próbálnak persze visszatörni, visszaegyesíteni a frontvonalat az anyaországgal, hiszen ők most nem kapnak utánpótlást. De meg kell várnom, hogy a sárgák ide érnek. Addig nem tudom őket elvinni onnan. Mi pedig megpróbálkozhatunk azzal, Egyrészt Svájc csatlakozott a szövetségesekhez, ami nem egy nagy probléma, hiszen van ott körülöttük elég ellenséges egység, vagy baráti egység, úgyhogy csak zavaró, mert most akkor a gépit össze-vissza fog ugrálni nekem. Közben nézzük meg, hogy valami változott-e. Egyrészt Unreaded Naval Raider Battle Status. Itt az amerikai tenger alatt járunk. Szivatnak minket. Itt meg mi szivatjuk az ellenséges tenger alatt járókat, Magyarország akar küldeni dolgokat, aminek nem kell. Többit még ismerünk, de azt még megtehetem gyorsan, hogy hol is volt az a reptér, amelyeket én használtam. Ez volt az, meg ha jól nem hiszem, ez. Így is van. És azt mondom nektek, hogy beküldek titeket ide, az angol csatornához. Mindenki csak nappal harcoljon, mert úgy vagytok a leghatékonyabbak, ha nem ilyen nappal kell repülnötök, hanem csak mondjuk nappal. És mindenki kap egy olyat, hogy Air Superiority. Tudom, hogy hátrányban vannak a repülői, mert nincsenek olyan sokan, de bízok benne, hogy a mennyiség helyett a minőséggel azért tudok operálni. És megnézzük azt, hogy mikből mennyit veszítünk, meg ha más nem, legalább a mennyiséget egy kicsit lejjebb redukáljuk. Mert mire Angliában a légifölényt megszerezzük, ha megszerezzük, az is biztos, hogy nem most lesz. Ti meg támadjátok meg ezeket itt, mert láthatjátok, hogy itt két hadosztályt bekerítettünk, és Delhinek a, vagyis a fővárosnak a szélén vagyunk már. Szerintem ez egy tökéletes pillanat lesz arra, hogy csináljunk itt egy vágást. És a következő epizódban itt folytatjuk, hogy segítünk Japánnak, hogy ne legyenek ekkora lúzerek, mégpedig azzal, hogy eltereljük az indiai figyelmét, azzal, hogy ezzel a második fronttal jobb megöljük őket. Mindenesetre, ha tetszett a videó, akkor iratkozz be a csatornára, mert szinte minden nap próbálok kirakni új Hearts of Iron 4 videókat. Köszi szépen, hogy néztetek, sziasztok!